Az ünnepekre készülődés forgataga a fagyos időszak beköszöntét is jelzi. Sok madár már ősszel megkezdi vonulását melegebb tájakra, de számos faj marad itthon, és akadnak olyan madarak is, akik északról érkeznek hozzánk a téli időszakra. A hideg hónapokban a madáretetők kihelyezésével könnyebben táplálékhoz juthatnak a térségben telelő madarak. Az Aprók háza és a Csodafa óvodásai az ünnepekre való készülődéskor az apró állatok téli etetéséről is gondoskodnak. Erről beszélgettünk a Kőbányai Aprókháza óvoda intézményvezetőjével, Gyéresi Évával. Kőbányai Aprókháza óvodából jött a mi csoportunk. Évek óta díszítjük már itt Újhegyen ezt a karácsonyfát, tehát minden évben visszatérünk egy-egy csoporttal. És nekünk nagyon fontos, és azt hiszem a másik óvodának is, a Csodafa óvodának is, akik még eljöttek a mai napra, hogy télen etessük a madarakat. Minden évben a saját óvodánkba is egy fenyőfát madárelességgel díszítenek fel a gyerekek, az a madarak karácsonyfája, és arra gondoltunk idén rendhagyó módon, hogy most erre a fára is készítenek a gyerekek a madaraknak elességet, és ezt helyezzük ide, hogy majd utána a szüleikkel kijöhessenek ide, és figyelhessék, hogy a madarak megeszik az általuk készített díszeket, nekik is karácsony lesz, nem csak a gyerekeknek. És miből érdemes készíteni ezeket a madár eledereket? Hát természetesen mindenféle magvakból készítik, almába szurkáltak, tökmagot, lemmagot, minden olyan magocskát, amit a madarak megehetnek. Tehát saját maguk készítik. Milyen mélyen marad meg a gyerekekben ez az élmény? Miután minden évben visszatérő tevékenység ez a gyerekeknek, az élmény megmarad, és fel is idézik az előző évi élményeiket, amikor újra a következő évben elkészítik ezeket a kis díszeket. A madáretetők kihelyezésével a gyerekek közelebbről figyelhetik meg a tollas barátaik étkezési szokásait, és a közvetlen tapasztalat az állatok szeretetére és a természeti környezet megóvására tanítja őket. Iváné Vidra Máriával, a Szent László Általános Iskola biológia tanárával beszélgettünk a nálunk telelő madarakról és etetésük módjáról. Elég sok madár marad mostanában itthon, hiszen a globális felmelegedésnek az egyik mellékhatása, hogy korábban költöző madarak egyre hosszabb időt töltenek Magyarországon, egyre hosszabb időt töltenek nálunk, illetve az északról érkező madarak is egy kicsit tovább maradnak itt nálunk, hiszen kellemes a számukra a klíma. Hogy etetnünk kell őket, vagy nem kell etetnünk, ezzel mindig vitatkozunk egy kicsit. A legutóbbi állásfoglalás az az, hogy a madár mindig talál magának elességet, ha az ember közelében, akkor az ember közelében, ha az embertől távol, akkor az embertől távol. A szakértők szerint nem létszükséglet etetni a madarakat, viszont ha gyönyörködni szeretnénk bennük, nyugodtan megtehetjük, de csak úgy, hogy ezzel mind a két fél jól járjon. Mindenképpen kerülendő a kenyér, a tésztafélék etetése, hiszen az kevés tápértékkel rendelkezik, alacsony tápértékkel rendelkezik, megsínylik a madarak ezeket az eleségeket, viszont mindenképpen érdemes őket zsíradékkal, olajos magvakkal, esetleg vajjal, fagyúval, libazsírral, hogyha valakinek esetleg van otthon maradék, táplálni. Különböző méretű és különböző minőségű olajos tápot érdemes nekik adni, hiszen rengeteg sokféle madár jön az eleségre, és mindenki ki tudja választani azt, amit éppen szeret és amire szüksége van. Iváné Vidra Máriával arról is beszélgettünk, hogy télen milyen madárfajokkal találkozhatunk Kőbánya utcáin, parkjaiban. Nem is gondolnánk, hogy a vörös vércsétől kezdve a nagy fakopáncsig minden előfordul. Nagyon gyakori a szajkó, hát a leggyakoribb a széncinke, de előfordulnak macskabaglyók, kuvikok, galamb, illetve rengeteg veréb van, ami egy jó hír, hiszen a verebek egy időben kevesebben voltak, egy kicsit kipusztult a népességük, de most már újra előkerültek, és újra itt vannak a környezetünkben. Hogyan fogjunk hozzá egy madáretető készítéséhez? Van valami speciális dolog, vagy egyszerűen csak kitesszük a magokat? Vagy milyen formái vannak ennek? Nagyon jók az újrahasznosítós madáretetők, hiszen bármit fel tudunk használni, ahova a magokat olyan felállásban fel tudjuk tenni, hogy lehetőleg hó, eső ne érje, és a madarak hozzáférjenek. Elegendő egy tálca, hogyha a macska nem tud rá fölmenni, de cinkéknek szokták ajánlani a madárgolyót, a cinkegolyót, amiben belekapaszkodnak nem csak ők, hanem a verebek is. Úgy szóval bármire ki lehet rakni a madáreleséget. Mondom, arra kell vigyázni, hogy lehetőleg hó, eső ne érje, illetve hát a ragadozók, például a macskák, kutyák ne érjék el. Még egy apróság,
hogyha madarat etetünk, akkor nem csak az ételről kell gondoskodni a madaraknak, hanem italról is, ezt el szoktuk felejteni időnként, de hogyha befagy a télen a víz, nem találnak a madarak innivalót, azt ugyanúgy megsínlik, mint hogyha ételt nem találnak. De erre tökéletesen alkalmas egy alma, vagy valamiféle hasonló gyümölcs. Egész évben etethetjük a madarakat, vagy van valami időszak, hogy csak télen etessük őket, és ha csak télen, akkor miért csak télen? Főként a rovarevő madarakat etetjük télen, viszont a rovarevő madaraknak megvan az a jó szokása, hogy novembertől márciusig fogyasztanak magvakat, amikor nem érik el a téli álomba szenderült elbújt rovarokat, viszont tavasszal, amikor már a fiókák kikelnek, akkor be kell szedni a madáretetőket, akkor már nem szabad a rovarevő madarakat etetni, rá kell őket arra venni, hogy rovarokkal etessék a kicsinyeiket, hiszen a rovar könnyebben megemészhető egy fióka számára, mint a magok, tehát egy elég jelentős madárpusztulást okozhatunk azzal elő, hogyha a rovarevő madarakat még tavasszal, március-áprilisban is magokkal etetjük. Úgy hallottam, hogy vannak, akik baglyukat is etetnek. Ezt hogy kell elképzelni? Kicsit morbid lesz a történet, lehet egérvárat készíteni a bagolynak, hiszen a baglyok kisebb rágcsálókkal, egerekkel táplálkoznak. Itt az Óhegypajban egyébként Kőbányán elég sok bagoly található, és a kis egerek elbújnak a megfelelő farakásokban, téglakupacokban, elfogyasztják a madarak által ott hagyott magvakat, és így a baglyok el tudják fogyasztani a jó magval töltött kis egereket is. A Szent László általános iskola előtti fákra is felkerültek a madaraknak szánt étkek, hogy a közelben fészkelő tollasbarátok is gyakori látogatói legyenek az iskola kertjének. Madárbarát kerté akarjuk alakítani az iskola előkertjét. Ennek érdekében először megpróbáljuk ide szoktatni a madarakat. Természetesen ez az kell, hogy a gyerekek tolerálják a madarakat, hiszen a madarak azok nem játékok, hanem úgy érdemes őket megfigyelni, hogy a természetes környezetükben velünk együtt élnek. Hogyha a gyerekek megszokták a madarak jelenlétét, a madarak megszokták a gyerekek jelenlétét, akkor tavasszal el tudjuk helyezni a madarodukat, és hosszú távon reméljük, hogy ide szoknak a madarak. A tanárnő azt is elmesélte, hogy miként fogadták a diákok a madárbarát kert ötletét. A gyerekek nagyon szeretik a madarakat, mert nem csak szépek, kedvesek, ugye énekes madarak, ráadásul esztétikai élmény, zenei élményt is tudnak nyújtani, tehát a gyerekek számára minden érdekes, ami pici mozog és kedves lehet számukra. A madáretető kihelyezése mellett érdemes madáradokat is kitenni, hát ha szárnyas látogatók bennük még otthonra is lelnek. A képviselőtestület decemberi ülése az ünnepek hangulatában telt. Az esemény szünetében a polgármesteri hivatal aulája betlehemi gyermekdaloktól és csengőszótól volt hangos. A fehér ruhába öltözött angyalarcú szereplők a Mászóka óvoda kék nagy csoportjába járnak. A 20 perces dramatikus játékuk egy közös karácsonyi dallal zárult, majd a polgármester megköszönte a műsort, és folytatódott az év utolsó ülése. A testület többek között döntött a szénmonoxid érzékelő program további támogatásáról, megszavazták az Újhegyi úszoda megújításához szükséges támogatás kiegészítést, és tájékoztatót hallgattak meg arról, hogy a polgármesteri hivatal eredményesen teljesítette az önkormányzat adóbevételi terveit. Díjkovács Róbert Antal polgármester egyebek között beszámolt arról is, hogy Kőbánya ismét elismerést kapott, mint kerékpáros barát település. A Trákia zenekar, amikor gyakorol, akkor honnan veszi az ihletet, illetve honnan jönnek azok a számok, amiket játszanak? Hát az új repertoárunkat azt úgy szoktuk összeállítani, hogy ha valaki hall valamit, ami nagyon tetszik neki, akkor azt egy picit úgy maga megpróbálja kidolgozni, és aztán elhozza a többiek elé a próbára, és akkor meglátjuk, mi sül ki belőle. Milyen egyébként a hangulata ezeknek a daraboknak? Azt mondhatom, hogy szinte minden dalnak egyedi hangulata van, azért is szeretjük nagyon a balkán népzenét, mert vannak nagyon hallgatós, nagyon mélyre nyúló, lelki, szinte lelki mélységeket érintő dalok, és vannak olyanok, amik pedig inkább a testmozgást, a táncokat erősítik, tehát ilyen pörgősebb dallamok, úgyhogy azért nem tudnám fontosan megmondani, hogy mi, mert mindegyik másmilyen. A mai programban nem már lehet tudni, hogy mi szerepel?
Igen, ebbe pontosan ilyet is hoztunk. Ugyan rövid kis koncert lesz, de igyekszünk mindenféle hangulatot teremteni vele. Itt is lesz olyan, ami ugye most polgár zenét fogunk játszani, ami Sopvidékről, tehát Szófia környékéről származik. Ezek kifejezetten gyors, lüktetésű tánczenék lesznek, és lesz olyan is, ami pedig egy ilyen verses dolog lesz, egy feldolgozás tulajdonképpen a Dilmánó Dilbéről. Időnként hallani, hogy a pandémia időszak nehézségeit a zene szeretete segít elviselni. Önök hogy vannak ezzel? Hát mi is pont így vagyunk vele, és azt hiszem, hogy ez mindenkinek, tehát nem csak zenészeknek, hanem ez mindenkinek fontos, hogy otthon akár rádióba, akár hangfelvételről bármilyen zenét meg tud hallgatni, és ebben a hát ez abszolút lelki dolog, hogy kit hogyan érint, de mi például a pandémia alatt jó sok lehetőségünk volt arra, hogy gyakoroljunk, és a gyakorlásokból lett az, hogy végül is idén mi meg tudtunk csinálni egy hanganyagot, amit már régóta terveztünk, de olyan sok más elfoglaltságunk volt, hogy valójában nem tudtunk neki látni, és most pont összejött. A pandémia körülményei között, de azért mégis megünneplik a karácsonyt, illetve az ünnepi szezont. Milyen kultúráknak az üzenetét hozzák ide az előadók a Körösibe? Az idei évben ugye a Covid-járvány rányomta a bélyegét az egész világra, és ez ugye kihat az egész emberiségre. De a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok idén júniustól meg tudták tartani a kerti rendezvényeket a Bárka kőbányai humánszolgáltató központban, úgy mint gyermeknapokat, családi napokat, gasztronómiai napokat, és ez az a rendezvény a mai, a nemzetiségek karácsonyi rendezvénye, amely 11. alkalommal kerül sor a mai napon. Tavalyi évben ugye a pandémia miatt nem tudtuk megtartani, de nagyon örülünk annak, hogy a mai napon sikerült ezt megszervezni. És kik jönnek ide, kiknek a produkcióit láthatjuk? Ebben az évben egyedül az ukrán zenei csoport stúdiónak a gyermekei lépnek fel. Kimaradt a tánc, mert szoktak jönni a bolgárok és a szerb közösségtől a gyermekek, de pandémia miatt nem merték a tanárok vállalni, és a szülők sem. Így felnőtt fellépőink lesznek, előadó művészeink, bolgár zenekar, horvát énekes, előadó művész, örmény, mingu zenekar, egy csellista, előadó művész a német önkormányzat részéről. Tehát 9 műsort, számot fogunk látni a mai napon. Összességében tehát akkor végül is sikerül megünnepelni ezt az ünnepi szezont. Ezek a fellépők, ezek a művészek, ha úgy tetszik, akkor évközben is valamiképpen kapcsolódnak ehhez a hálózathoz? Igen, természetesen, ugye a nyári kerti rendezvényeinken fel szoktak lépni, és most karácsonykor is jellemző a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokra, hogy közösen ünneplik a ilyen hagyományőrző rendezvényeiket, és igyekeznek a kultúrájukból minél többet átadni a magyar közönségnek. Nehéz dolog kórusvezetőnek lenni? Számomra ez még friss feladat, mert június óta vagyok a kórus vezetője. Egy nagyon kedves kórus tagunk volt, 10 éven keresztül töltötte be ezt a megtisztelő tisztet, Fullár Gyula. És hát igyekszem minden erőmmel ellátni. Az az igazság, hogy most a pandémia idején kevesebb lehetőségünk van fellépni, de például most októberben voltunk, ha jól emlékszem, 16-án Pilisszentléleken egy nagyon szép kórus találkozón, amely tulajdonképpen szlovák kórusok találkozója volt, de ismerve minket, meghívtak minket is, és egy német kórust, és egy nagyon szép
nagyon bensőséges találkozó volt, ha sokan voltunk. Sokan ismerik azt a falut a Mi kis falunk című filmsorozatból, gyönyörű szép a temploma, és utána együttesen elmentünk Esztergomba, a bazilika alatti nagy étterembe, és az ebéd után fölmentünk a bazilikába, és a Bakóc kápolnában énekeltünk egy gyönyörű Isten dicsőítünk téged című lengyel dalt, úgyhogy úgy megállt egy kicsit az ütő az emberekben a bazilikában, annyira szépen hangzott. Magyarországon az itt élő lengyel gyökerekkel rendelkező emberek, családok a nyelvet, a kultúrát szeretik ápolni? Nagyon, nagyon. Mi nagyon szerencsések vagyunk ebben a kerületben. Körülbelül ezt senki nem tudja pontosan, de körülbelül 10-12 ezerre tehető a Magyarországon élő lengyelek száma. Ugye e kerületben van az országos lengyel önkormányzat, itt van ugye a mi kis önkormányzatunk, és ami sokkal fontosabb még, ugye itt van a lengyel templom, és a lengyel templom mögött működő második János Pál pápa lengyel ház, amely nem csak a templomba jár, a lengyel híveknek, mert magyarok is járnak, az otthonául szolgál, és ott az óvodától kezdve kiállításokig, nyelvtanulásig, tehát mindenféle módon ápolják a lengyel kultúrát, és mi magunk is ezt tesszük. Önkormányzati percek a centrumban Kőbánya, és kitekintéssel kezdünk, ugyanis Kőbányáról az önkormányzat több cége, több dolgozója szervezésében segélyküldemény indult hagyományos megoldás szerint Erdélybe. És erről kezdjük a beszélgetést, hiszen Mustó Géza kísérte az önkormányzat nevében ezt a küldeményt. Milyen volt? Gyimesbükkön jártunk. Nem is csak, hogy az önkormányzat cégei és az itt helyileg működő cégeknek az adományait, hanem gyakorlatilag a kerület lakosságának az adományait a művelődési házban gyűjtöttük egyébként, vagy ott is gyűjtöttük, és ezeket az adományokat vittük ki. Ez egy egyházi fenntartású intézmény, nagyon-nagyon messze van Budapesttől, nagyon-nagyon messze van Kőbányától, 760 kilométerre. Sokakban fölmerül a kérdés, hogy miért megyünk el oda, miért viszünk oda adományt. Hát Magyarországon is van elég szegény, rossz sorsú család, gyerek. Teljesen igazuk van. Ez egy olyan terület, amiről nehezen beszél mindenki, de talán ez az alkalom, amikor el kell mondani, hogy mi az itthoniakat is támogatjuk. Nem csinálunk belőle transzparenciát, nem tűzzük a zászlónkra, hanem csöndben tesszük a dolgunkat. Ez a világ nem erről szól, hogy büszkélkedjünk ezzel a tevékenységgel. Az ottani gyerekeknek, ami egy egyházi fenntartású intézmény, ez a segítség, amit innen tudunk küldeni kőbányaiak, akár cégek, akár a helyi lakosok által, ez megfizethetetlen és pótolhatatlan. Az, hogy gondol rájuk valaki, gondol rájuk egy kerület lakossága ilyen távolságból, maga az érzés is sokat ad nekik. Itt vannak másfél éves gyerekek, 16 éves gyerekek, mindenképpen még kiskorúak, tehát 18. életévüket be nem töltött gyerekek. Az egyház annyit tud tenni, hogy a villanyszámlát és a gázszámlát kifizeti, de például azt, hogy ezek a gyerekek miből és mennyit esznek, azt, hogy ezek a gyerekek hogy öltözködnek, mivel tudnak játszani, mivel tisztálkodnak, ezt ott az intézményvezető házaspárnak kell előteremteni. Mi ehhez nyújtunk segítséget. Jó szívvel mondom azt, hogy ha van valakinek a kerületben javaslata, ötlete, akkor ugyanígy mellé fog állni az önkormányzat, támogatjuk, és azt a lehetőséget, azt a segítséget szervezésben, szállításban, amit erre az adományra most rátettünk, ezt meg fogjuk tenni más irányba is. Végül is milyen volt ott a helyszínen? Én nem jártam még Erdélybe. Szégyen, gyalázat, de így van. Az első benyomások, nem volt hó, sőt, egy pár fokkal melegebb volt, mint Magyarországon, plusz 5 fok volt végig, szürke volt, esett a köd, egy elég depresszív hangulatú út volt, hogyha a tájról beszélek. A magyar határhoz közé első részeken érződik a lakosságcsere,
hatása. Ahogy távolodunk és a klasszikusan magyar rakta területekre értünk, ott az ember úgy érezte, mintha otthon lenne, itt lenne. Az a rendezettség, ami nálunk van, és bár nálunk is még messze hosszan fokozható, az ott azért kisebb mértékben van jelen. Az emberek ugyanakkor hihetetlenül jó lelkűek, tiszták, hálásak és szeretetteljesek egymás irányában. Szóval akkor egy maradandó élmény volt ezek szerint ez az út. Mindenképpen, még olyan szempontból is, ami egy ilyen kis színes a végére ennek a résznek esetleg, hogy életemben először láttam természetben medvét. Másfél méterre jött az autónktól, keresztül szeretett volna menni az úton, és hát én macit még csak állatkertben láttam. Egészen megható volt. Furcsa, hogy ez a hatalmas nagy állat tulajdonképpen milyen kecsességgel mozog, ahogy rakja a nagy tappancsait. Meglátta az autót, így félig kijött az út közepére, úgy megnézett minket, visszafordult, és akkor eltűnt újra. Regisztrálta, hogy jó célt tűztek ki maguk elé ezek az utasok, úgyhogy nem volt semmi konfliktus. Idehaza is zajlanak az események így évvégén. Egyrészt ugye, ha úgy tetszik, rendszerint, hagyomány szerint járnak az önkormányzat vezetői, képviselői különböző együttműködő szervezetekhez. Másrészt meg mindig van valami plusz, érzelmi plusz ebben a tevékenységben is, tűzoltóknál, rendőröknél, mi újság van arrafelé. Ez idén is megtörtént, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat felső vezetése azt a közös döntést hozta, hogy nagyon sok olyan rendezvényre, ami egyébként a kerületben az év vége közelettével kerül megrendezésre, nem mentünk el. Úgy gondoltuk, hogy a COVID-helyzet ezt indokoltá teszi. Mindenhol az intézmény, a rendezvény szervezőjére bíztuk, hogy megtartja-e vagy nem. Mi nem tiltottuk, de azzal nem támogattuk, hogy mi oda megyünk, és akkor ez esetleg egy még nagyobb tömeget vonzon be, mint amúgy egyébként. Igen, az év végén szoktuk jutalmazni a parancsnokaink által, fegyveres testületekről beszélek, javasolt dolgozókat, kollégákat. Ezt idén is megtettük, katasztrófavédelmi dolgozók, köznyelven tűzoltókat, illetőleg Baricska Norbert alezredes rendőrkapitány 35 embert javasolt elismerésre, pénzjutalomra. Úgyhogy akkor ezt megkapták. Erről majd beszámolunk egyébként egyéb különböző feldolgozásokban, interjúkban, meg helyszíni tudósításokban, tehát akkor még részletek is következnek a tisztelt nézőknek ezekről a dolgokról. Az év elején, körülbelül az év elején beszéltünk talán utoljára arról, hogy itt Kőbányán indult egy olyan kezdeményezés, amely bérlakásoknak a speciális hozzájutási lehetőségeit határozta meg. Magyarán, aki szeretne bérlakást, az jelentkezhet, és hogyha hozzá tud járulni a felújításhoz, akkor az önkormányzat ebben partner. Hogy sikerült az év? Az év jól sikerült. Hogy a végéről induljak, szerettünk volna még egy ilyen programot lefuttatni ebbe az évben. Ilyenkor minden esetben 10 lakás kerül meghirdetésre, de hát a mostani COVID-helyzet a programnak az utolsó idei 10-es blokkját az megakadályozta, úgyhogy a 3 ilyen 10-es blokkot tudtunk ebbe az évbe keresztül vinni. Itt arról szól ez a konstrukció, hogy felújítási kötelezettséggel adunk lakásokat bérbe. Ez azt jelenti, hogy a vagyonkezelő emberei a vagyonkezelő tulajdonában lévő lakásokat kimennek, felmérik, hogy ott milyen műszaki állapot van, arról ők készítenek egy rögzített műszaki állapot felmérést, és ezeket a lakásokat az érdeklődők megtekinthetik. Ezeket a lakásokat önöknél, a Kőbánya Hírekben, az önkormányzat honlapján meghirdetjük. Egyeztetett időpontban lehet eljönni, megnézik az érdeklődők, és utána eldöntik, hogy érdekli-e őket, vagy nem. 2 lakásra mindenképpen lehet beadni érdeklődést, és a döntést azt minden esetben az önkormányzatnak a szociális területen dolgozó munkatársai hozzák meg, tesznek javaslatot a rangsorra, miért mondom, hogy rangsor? Azért mondom, mert bár ezeknek a lakásoknak a felújítási költsége folyamatosan nő,
építőanyagok ára emelkedik. Amúgy is van valamilyen szintű áremelkedés, de nem csak a pénz dönt. Tehát ha valaki egy ilyen lakás felújításon elindul, és úgy gondolja, hogy neki, most mondok egy számot, van 10 millió forintja, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezt 100%, hogy ő fogja megkapni az adott lakást. Mert igenis figyelembe vesszük, hogy hányan költöznek be, milyen korúak, és egyéb szociális helyzeteket. Tehát akkor, ha a pandémia enyhül, akkor folytatódhat a program. Mindenképpen folytatni is fogjuk, és folytatni is akarjuk. Mi újság a Hős utcában? Az egy kritikus helyzet évek óta, rengeteg oldalról dolgoznak sokan a megoldáson. Van-e megoldás? Hát én azt gondolom, hogy mindenki, aki ebbe részt vesz, az ugyanúgy reagál egy ilyen kérdésre, mint én az előbb önkéntelenül, egy mély levegőt vesz. Dolgozunk rajta, nagyon szeretnénk, hogyha Kőbányának ezt a problémás pontját a létező leghamarabb megoldanánk, és a Kőbánya egyéb területeihez méltó állapotok uralkodnának. Azt köztudomású, hogy a kormánytól kaptunk 2,1 milliárd körüli forintot arra, hogy ott az önkormányzattal bérleti szerződésbe, bérleti jogviszonyba álló lakókat megváltsuk, elköltöztessük onnan, valamilyen módon megállapodjunk, állagot óvjunk meg, és őrizzük. Most ott tartunk, hogy az elszámolás a pénzügyminisztérium felé megtörtént, illetőleg egészen a végén tartunk. Egy rendkívül szigorú elszámolást kértek tőlünk egyébként. Ezt a jegyzői hivatal intézte többek közt, és hát azt szerintem köztudomású, hogy Kőbányának egy nagyon szigorú, szögletes jegyzője van dr. Szabó Krisztián személyében, és még az ő szemöldöke is felszaladt arra, hogy mennyire sarkosan kérik, albetétekre visszabontva kérték ezt az elszámolást. Megfeleltünk ennek, sőt, dicsérettel feleltünk meg ennek, szó szerint azt mondták, hogy ők ilyen precíz elszámolással még nem találkoztak, a pénzügyminisztérium munkatársai. Egyetlen egy olyan hölgy van még, akivel úgymond van jogviszonyunk, de sajnos az ő egészségi állapota egy olyan ponton rekedt meg, hogy nem tudunk előre lépni vele. Ő egyébként kórházi ápolásra szorul, nem lakik a lakásban. Tehát akkor ami ott marad lakás, és nem az önkormányzat tulajdonában van, az már magántulajdonban lévő. Így van. Így van. Így van. Magántulajdonosok laknak ott. Vagy ott laknak, vagy albérletbe adják ki, vagy üresen áll, és gyakorlatilag a legnagyobb problémát az okozza, hogy ha nincs gazdája, vagy nem lesz gazdája egy épületnek, ezek nem kell a Hős utcában lenni, akkor ott problémák lesznek. Tehát mi azt szeretnénk, hogy akkor ez a folyamat véglegesen záródjon le, így vagy úgy. Köszönjük szépen, és jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. Szép estét kívánok mindenkinek ezen a gyönyörű adventi hétvégén, szombaton. Van, aki vasárnap fog becsatlakozni, és vasárnap nézi, vagy nézheti meg, vagy éppen a hét elején valamikor ezt a ma esti néhány perces elcsendesedést, amikor teheti. Megmondom, hogy elég göröngyös úton messziről jöttem, mondhatnám így is, közepedig innen a szomszédból. Göröngyös út, mert az elmúlt időszak számos olyan helyzetet hozott az életembe, amelyről azt mondhatom, hogy nehéz és göröngyös. Messziről indultam, de vártam valamit, és követtem egy fényt. Elindultam egy hosszú úton, mint ahogy azok a napkeleti bölcsek annak idején, és követtek valamit. Máté evangéliumából hoztam egyetlen egy rövid mondatot, követtük csillagát. Mondja ez a három napkeleti bölcs, ez a három király, és
fontossá vált számomra ez a csillag. Ilyenkor az adventi időszakban valahogy előkerülnek a fények, előkerülnek a pici kis most már LED lámpások, az önkormányzat épülete is gyönyörűen ki van világítva, a fenyőfák egyre másra ki vannak világítva, és fontos számomra egy apró pici fény, csillagfény itt a Betlehem fölött. És fontos számomra az, hogy minden este, aki erre jár itt a Betlehemnél, nagyon kis, finom, tompa, lágy megvilágítással találkozik. Mert arra a helyre, ott és akkor valahogy nem jutott több fény. Pedig sokan el akarnak oda jutni. El akarnak oda jutni ma is, el akarnak oda jutni 2021-ben is, és szeretnék azt, hogy abból a világ világosságából kapjanak valamit. Hogy abból a világ világosságából, az Isten teste töltött szeretetéből ők is megnyerjenek valamit. Mert érezzük azt, hogy az átadott ajándékaink legtöbb esetben inkább tulajdon viszonynak a átruházását jelentik. Vannak ajándékok, és Isten odaadja nekünk az ő fiát. És egészen drámai az az élmény, hogy közel tudunk mi kerülni ehhez az ajándékhoz, vagy távolról megnézzük. Ott vagyunk vele, ott vagyunk a közelében, vagy hátat fordítunk neki. Van egy adventi ének, amivel zárni szeretném a gondolataimat. Hát, hogyha többen is ismeritek. A szövege így van. Szép hajnal csillag, Jézus, ragyog fel. Teljék meg szívünk tiszta fényeddel. Adventi csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus! Szép hajnal csillag, Jézus, ragyog fel. Teljék meg szívünk tiszta fényeddel, adventi csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk. Tűzoltónak lenni nem foglalkozás, hanem hivatás. A lánglovagok munkája napjainkban is kihívásokkal teli és veszélyes. A 10. kerületi hivatásos tűzoltóság parancsnokságán az idei évértékelő eseményen is osztottak ki elismerő díjakat. A rendezvényt Horváth Lajos őrnagy nyitotta meg, aki a vendégek köszöntése után röviden összefoglalta a 2021-es évet. Mindenki emlékszik, hogy az elmúlt esztendő eleje kicsit nehezen indult be. Be voltunk zárkózva, nem kicsit, hanem nagyon, és erre mi egy kis sportolással vezettük le az energiánkat. Ha emlékeztek rá, akkor ugye indult egy kisebb csapat a Generali Night Run-on, egy éjszakai futóversenyen, ilyen katasztrófavédelmes színekben, illetve volt egy csapatunk Kinetikus 8-as néven, akik a kihívás napja alkalmából indultak egy kis megmérettetésen, és ott egy előkelő országos harmadik helyet tudtunk elérni, ami jól mutatja, hogy az állomány azért foglalkozik a sporttal. Két nagyon komoly káresetünk volt ebben az évben, több is volt, de kettő volt nagyon komoly, és ha visszaemlékeztek, akkor az egyiket május 1-én sikerült abszolválni, a másikat, amelyik egy kicsit nagyobb, az pedig a háromnapos ünnepen, nem olyan régen, ugye itt a Mindenszentek, Halottak napján. Jól emlékeztek, hogy mind a három napot kint töltöttétek a káreset helyszínén. Horváth Lajos őrnagy a beszéde után átadta a szót D. Kovács Róbert Antalnak. A polgármester kitért arra is, hogy Kőbánya a településfejlesztésben, illetve a településrendezésben elért kiemelkedő eredményeiért nemrégiben megkapta a Hild János díjat. A kerületben lévő fejlesztések változásokat idéznek elő a tűzvédelem szempontjából is. Nem mindegy, hogy a rozsdövezet, a régi gyárak a régi mikéntjükben, abban az állapotban vesznek körül minket, mint ahogy ezt láttuk az elmúlt évtizedekben, vagy valami újat teremtünk, és az új egy más minőséget hoz, akár
tűzoltó munkájában is, és nem attól kell aggódnia, hogy ez a régi gyártelep majd hogyan kap lángra, és az elevult vezetékek a mélyben rejtőző, föl nem tárt, ott hagyott, felhagyott eszközök milyen gondot jelenthetnek. Vagy nem mindegy például, hogy a tűzoltó, ha siet a Sírkert utcán, akkor a Macskaköves utcán kell az autót vezetni, megérkezni az új köztemet előtti körforgalomhoz, és sakkozni, hogy mit kezdünk ezzel az öthatágú kereszteződéssel, vagy a körforgalom már kínál egy jobb lehetőséget. És kereshetném a sort még hosszan, hogy mit jelent egy ligettéri felhagyott aluljáró, az ott kigyulladt, ott is volt egy tűzünk. Ebben a felhagyott aluljáró rendszerben, a mélyben az ott lévő hajléktalanok élnek ott és raknak tüzet, vagy helyette inkább egy szép parkosított területen sétálhatunk. Tehát a város fejlődése, fejlesztése, az új épületek sokasága, az azt gondolom, hogy abban a minőségben is máshozhat, ami a tűzoltó érezhet a munkája során. Nyilván hoz újat és pluszt, más feladatot, hiszen egy megépülő új kongresszusi központ, egy új Hungexpo, az ott létrejött létesítmények, hatalmas csarnokok, egy opera műhelyház, ahol egy új színházterem létesült, és a régi ipari épület új értelmet kapott. Ez nyilván majd egy más típusú kihívás jelentés feladatot, de bízom benne, hogy az azért egy kicsit minőségben más, hogy erre vigyázni, ezt óvni, ezt az értéket megőrizni, mint amikor egy szeméttelepet kell igazából oltani és ott dolgozni. Bízom benne, hogy ezek egyébként kevesebb kockázatot is jelentenek a mindennapokban. Bár egy tűzoltó élete soha nem könnyű, hiszen ott kell lenni egy balesetnél, ott kell lenni a feszítővágóval, ott kell lenni katasztrófa helyzeteknél, ott kell lenni, amikor emberi életet, értéket kell menteni, és ez soha nem könnyű, azt gondolom, az egyik legemberpróbálóbb feladat, de talán egy picivel egy korszerűbb városban mindezt könnyebb ezt a munkát, ezt a hivatást, ezt a szolgálatot ellátni. A polgármester a beszéde végén megköszönte a 10. kerületi tűzoltók áldozatos munkáját, majd kiosztották a díjakat. Az eseményen összesen 10 tűzoltó kapott elismerést, közöttük 2 fő kapott kiváló tűzoltó oklevelet, illetve 1 fő az év legjobb tűzoltó díját érdemelte ki. Az év tűzoltója elismerést Gyüre Károly kapja, aki betegállományban van, jelenleg nem tud velünk lenni. Az ő elismerését a szolgálatparancsnok a Lajkó Péter százados úr veszi át. Gratulálok, és hadd adjam át. Gratulálok, és köszönöm szépen. Többek között Borbé László is kiváló tűzoltó elismerést kapott a 22 éves áldozatos munkája után. A hivatásáról és motivációjáról beszélgettünk vele. Egy ismerősöm volt tűzoltó Cegléden, aki mesélt történeteket a tűzoltó életről, és ennek alapján gondoltam úgy, hogy megpróbálom ezt a tűzoltó életet. Hát ennek már 22 éve lesz februárban, hogy visszanyúlik ez a tűzoltós dolog. És milyen kiképzést kell elvégezni egy tűzoltónak, milyen iskolát, hogy tűzoltó lehessen? Hát amikor még én felszereltem, akkor egy 6-7-es alapfokú tűzoltó kiképzés volt. Ez az alapja mindennek. C-s jogosítványnal jöttem ide, akkor elküldtek szivattyúkezelői tanfolyamra, ami szintén fontos ahhoz, hogy egy tűzoltó fecskendőt vezethessen, illetve kezelhessen az ember. Utána pedig a különleges szerek kezeléséhez nehéz gépkezelői alaptanfolyamot, illetve típus tanfolyamokat kellett elvégezni. És a kezedben tartasz egy kiváló tűzoltó oklevelet, ezt mivel lehet kiérdemelni? Én semmivel sem érzem különnek a magamat a többi kollégáimtól. Most ebben az évben, vagy az elmúlt 22 évben, amire azért kicsit büszke vagyok, hogy egyetlen egy csoportban töltöttem el, amióta felszereltem a C csoportban vagyok. Valószínű, hogy ez a 22 év összmunkája. Gondolta úgy a szolgálatparancsnokom, hogy erre a címre felterjeszt engemet. És volt-e valami nagyon emlékezetes bevetésed, ami nagyon maradandó? Hát nagyon maradandó talán a 13. kerületi Frangepán utcai tűz. Ez mint egy jó pár, 2-3 évvel ezelőtt volt, ami az év tüzének lett minősítve.
és ott is kaptam egy elismerést, mint az év tűzében való részvételért, mint emelő gépkezelő. A tűzoltók hivatása a másokon való segítségen alapszik. Életeket és anyagi értékeket mentenek meg a tűz martalékától. Ezúttal is köszönjük áldozatos munkájukat, és kívánunk nekik nyugodt ünnepi időszakot. Honnan jött ez az ötlet? Én úgy gondolom, hogy a Közrend és Állatvédelmi Bizottság elnökeként nem csak azzal kell foglalkozzak, hogy levezessem az üléseket, hanem keresni azokat a lehetőségeket, amikkel jobbá tehetjük a kőbányai emberek életét, és ez pont egy olyan lehetőség volt. Beszéltem a tűzoltóparancsnok úrral, illetve Mark Steinné képviselőtársammal közösen erről az ötletről, és nagyon lelkesedtek érte, úgyhogy már csak lobbizni kellett és megszavazni. Kőbánya ugye nagyon összetett kerület, város, hiszen rengetegen laknak panelépületekben, ahol ugye központi fűtés van, de ezek szerint akkor még úgy tapasztalja, hogy sokan bizony használhatják a szénmonoxid érzékelőt? Természetesen rengeteg olyan eszközt használnak még ma a háztartásokban, ami nyílt égés terméket ad ki magából, és emiatt feltétlenül szükség van arra, hogy megelőzhessük azokat a baleseteket, amik akár halálosak is lehetnek, nem csak a fűtő, hanem a főző tevékenység alkalmával is. Ja, tehát akkor így a karácsonyi sütés-főzés házatáján ez most különösen jól jöhet, igaz-e? Pontosan, ráadásul ugye téli időszak van, fűtünk mindenhol a kéményekből jön ki a meleg, szóval pont itt volt az ideje annak, hogy megelőzzünk mindenféle baleseteket. A kőbányai önkormányzat nagyon fontosnak tartja, hogy az itt élő emberek minél nagyobb biztonságban legyenek, minél nagyobb biztonságban éljék a mindennapjaikat. Ezért az elmúlt időszakban számos intézkedést tettünk, és most ezen intézkedések közül maradjunk csak annál a területnél, ami miatt összejöttünk, a szénmonoxid érzékelőknél. Korábban is döntött már arról a képviselőtestület, hogy az intézményében elhelyez ilyen érzékelőket. A korábbi években is előfordult már az, hogy a katasztrófavédelem támogatásával a Bárkán keresztül több kőbányai rászoruló családnak tudtunk ilyen érzékelőket adni. Azonban most a mellettem álló képviselőasszony Stemler Diana azzal a javaslattal fordult a képviselőtestülethez, hogy egy nagyobb kerettel, pénzügyi kerettel indítsunk egy pályázatot, találjuk meg annak a lehetőségét, hogy minél több kőbányai emberhez juttassunk el olyan korszerű szénmonoxid érzékelőket, amelyek jeleznek abban az esetben, hogyha a lakásban megnő a szénmonoxid koncentráció, és figyelmeztetik az ott élőket arra, hogy baj van, cselekedjenek, nyissanak ajtót, szellőztessenek, zárják el a készüléket. A képviselőtestület egyhangulag támogatta ezt a javaslatot, és fölkérte a kőbánya tűzvédelemért közalapítványt, hogy az egész konstrukciót szervezze, bonyolítsa, írjon ki pályázatot, és juttasson el minél több kőbányai családhoz olyan készülékeket, amelyeket egyébként a katasztrófa védelem minőségi tanúsítvánnyal lát el, javasolja, hogy ezt használják a kőbányaiak. Kiírtuk a pályázatot, mint egy 700 ezer forintos keretösszeggel. Egyébként óriási sikere volt a pályázatnak. Rögtön az első napon több mint 50 pályázó jelentkezett. Úgyhogy a holnap utáni testületülésen reményeink szerint a keretet meg fogjuk növelni újabb 1,2 millió forinttal. Így még legalább az eddigi kereten túl 100 családnak tudunk ilyen eszközt, ilyen készüléket biztosítani. Az életminőségünknek fontos része az, hogy biztonságban legyünk. És ez a kezdeményezés, ez a javaslat, az ennek nyomán megszületett eszközök, amiket most egy csapatban a Pongrásztelepről jöttek sokan. Nem véletlen, hiszen a Pongrásztelepen biztos, hogy minden korszerűsítés ellenére, amit úgy az ott élők tulajdonosok, mint az önkormányzat az elmúlt években, ugye itt Pap Sándor kollégám a szociális város rehabilitáció vezetőjeként végigvitt, az még nem jelenti azt, hogy itt nincsenek olyan fűtőberendezések, eszközök, hogy ne kellene ilyen eszközöket telepítenünk. Én nagyon bízom benne, hogy az eszközök jó helyre mennek és vigyáznak, önökre vigyáznak, mindenkire a családban, használják ezeket, és mondják el másoknak is, hogy
van egy ilyen lehetőség, és éljenek a pályázat lehetőségével, kérjenek ilyen eszközöket az önkormányzattól. A szénmonoxid nem érzékelhető, de most az, ami történik körülötte, igenis érzékelhető. Miről van szó? Szénmonoxid érzékelő vészjelzőt szeretnénk kiosztani azoknak a kőbányai lakosoknak, akik hagyományos fűtési móddal tüzelnek, vagy a konyhába gázkészülékkel főznek. Ez egy rendkívül fontos, évente nagyon sok ember veszíti sajnos az életét amiatt, hogy nincs egy jelzés, mert ahogy ön is mondta, csendes gyilkosnak is szokták hívni a szénmonoxid gázt. Rendkívül veszélyes, ha egy lakás ezzel megtelik. A mai korszerű technológia mellett lehetőségünk van ezt mégis érzékelni. Van arról valamilyen adat vagy becslés, hogy mondjuk a 75 ezer lakosú kőbányán vajon hány családnál, hány háztartásban használnak ilyen tradicionális fűtési eszközöket? Sajnos nincs naprakész adatom erről, viszont az némi útmutatást adhat, hogy mennyire fontos dologról beszélünk, hogy amikor meghirdette a közalapítvány a pályázatot, gyakorlatilag az első munkanap annyi pályázat érkezett, ami az induló darabszámot le is fette gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy ez egy próba volt, hogy mennyire fontos ez a lakosoknak, mennyire tartják ezt a kérdést fontosnak, és a héten csütörtökön a képviselőtestület fogja tárgyalni az újabb adomány támogatást a közalapítványnak, hiszen ezt az első adagot is az önkormányzat támogatásából tudta a közalapítvány megvásárolni. Hangár utca 10. Itt lesz Magyarország első fedett kerékpáros fapályája. A kőbányán épülő Bring Arena nem csak a versenysportot szolgálja majd, hanem alkalmas lesz arra is, hogy a gyerekek időjárástól függetlenül tudják gyakorolni a kerékpározás alapjait. Eisenkrammer Károly ügyvezetővel beszélgettünk a kőbányán épülő pályáról és a tervezési időszakról. Több tervünk is volt. Az egyik tervünk szerint már 3 éve itt pörögnénk a pályán. Aztán volt 2 évvel ezelőtt, volt, hogy idén decemberre fogunk készülni, de nyáron sajnos volt egy itt adminisztrációs probléma, ami megcsúsztatta a kezdést. Elvileg május-júniusban kezdtük volna, és decemberre már kész lenne. De sajnos most kezdtünk hozzá össze, becsúsztunk a télbe. A mostani terve szerint áprilisra lesz kész a pálya, de most már haladunk innen kezdve. Tehát nem ez a nehéz, amit már időben, hiszen ők haladnak a kivitelezési munkákkal, az adminisztráció engedélyezés miatt mentek el évek. A Bring Arena nagy lépés a kerékpárosok életében, ugyanis eddig a pályakerékpárosoknak nem volt fedett pályája Magyarországon. Nem, az országban nincs ilyen, soha nem is volt Magyarországon fedett kerékpáros pálya, ez az első, ami fedett lesz, bár ez csak egy sátorfedésű, de legalább fedett, és esőben lehet biztonsággal használni egy 200-as pályát. De most, mivel egy Bécsben volt egy 40-50 éves komoly velodrom, 40 éves velodrom, és azt idén nyáron elbontották, így most Budapest és Magyarország körzetében 400 kilométeren belül nincs fedett pálya. Tehát úgy tűnik, hogy ennek a pályának az értéke felértékelődik, növekszik, hiszen már a csehek is kérdezték, hogy lehet-e itt szervezni a bajnokságukat. Tehát nincs más hasonló pálya a régióban. És mondta, hogy bajnokság, itt fognak esetleg versenyeket is tartani, vagy mik a távlati tervek? Ugye ez első körben egy edzőpálya, tehát 100 fős látója van, tehát itt maximum kisebb versenyeket, zárt versenyeket lehet szervezni. Ugye Covid-ban most már hozzászoktunk ehhez, de alapvetően egy edzőpályának készült. Egy kicsit most növekedni fog a verseny szervezési oldala, hiszen Bécsi pálya hiány most nem tudunk máshol komoly versenyeket szervezni, de ez csak a futófelületre vonatkozik. De ettől függetlenül maga a pályának a belseje, egy hatalmas tér itt lesz bármi másra. Hát itt nagyon szeretnénk más sportákra is kihasználni, illetve közlekedésbiztonsági képzésekre, iskolás csoportokra, ahol a közlekedés, a nevelés, a kerékpározás lesz a fő szempont. Nem a sport, hanem a kerékpározás, mint közlekedési eszköz. A tervek szerint áprilisra elkészülő csarnokban 100 férőhelyes lelátó is lesz majd. A pálya pontos méretéről is beszámolt a projekt vezetője.
Ez egy versenysport, a pályasport, de nagyon sokan szeretik hobbiból is ezt űzni. Maga a pálya 200 méter hosszú lesz, a mérővonal az 200 méter hosszú, a kanyarodnak a dőlőszöge az 50 fokos lesz, tehát erre azért első ránézésre kevesen fognak tudni felmerni menni, de ez csak egy optikai csalódás, valójában egy bátorságpróba. Szinte meg tud ezen kerékpározni, megfelelő kerékpárral. Ha van, lesz ehhez való biciklik, lehet bérelni, és bárki, aki kibérli, és megfelelő képzés és segítség után mehet a pályán, de alapvetően ez egy sport létesítmény. De ha mondjuk valaki spinning órák helyett szeretne reggeli edzéssel a barátaival, céges csapatként nem spinning órára járni, hanem mondjuk hozzánk, ez is egy lehetőség. Tehát nem csak az élsportolóknak szól, hanem bárkinek. Eisenkrammer Károly a beszélgetés során kitért arra is, hogy mit javasol a kezdőknek, akik először lépnek fel egy ilyen pályára, illetve milyen kerékpár szükséges hozzá. Én azt gondolom, hogy azoknak javasoljuk, aki egyébként rendszeresen kerékpározik országúton. Tehát ne itt kezdjenek a pályán bringázni. Ez a harmadik, negyedik lépés, mondhatni a sportból. Tehát aki jól mozog, szeret biciklizni országúton, szeret terepen bringázni, és élvezi a kerékpárt, mint sporteszközt, és tartósan 30 km/h fölötti sebességgel haladni, na azoknak a pálya már élmény. Tehát akinek problémát okoz kosaras bringával elmenni a boltig és haza, neki is segítünk, de neki még valószínűleg korai a pályára föltekerni. És milyen speciális bicikli szükséges? Mondjuk egy országúti kerékpárra föl lehet-e menni, vagy kell valami plusz? Inkább mínusz kell erre, tehát egy pályakerékpár, attól pályakerékpár, nincs rajta váltó, nincs rajta fék, ezek fix biciklik, ugye fixik. A városban most sok helyen látunk, sokan használják a fixi bringákat, ez igazából pályakerékpárokból jöttek. Ez a kerékpársportnak a legősibb és máig fennmaradt szakága, már nem tudom, 130 éve is volt az olimpián, és ez egy rém egyszerű sporteszköz, de mégis vannak olyan speciális méretei, miatt csak ezzel lehet a pályán menni. Tehát országúti kerékpár nem lehet felvenni a pályára, de aki szeretne itt menni, nem kell beruházni, a bérelhető. Ahogy a spinning terembe sem viszett magammal a spinninget, oda megyek, felveszem a ruhámat, a bringás cipőmet, és bérlek egy spinninget, vagy akár bérlek itt egy kerékpárt, és tekerek a pályán. A fixi elnevezésű kerékpárok nagyon strapabíróak. Azonban, hogy miként lehet velük megállni? Erre is készséggel válaszolt az ügyvezető. A bringába kerülni szoktunk, nem megállni, ha konfliktus van, úgysem lehet. Tehát ez az a hely, ahol megtanulnak az emberek biztonságú biciklizni, hogy fékezés, hirtelen fékezés nélkül oldják meg a problémákat. Egy pályaversenyen nem fékez senki, hanem halad, meg pályaedzésen is csak halad. Mivel senkinek sincs fék a pályán, ez fontos, ezért nem fut elő valaki előttem behúzza a féket, mert nincs senkinek. Ezért ez egy ilyen, ezen lassulni lehet. Tehát mondjuk egy futam után a versenyzők egy kör alatt állnak meg. És milyen gyorsan lehet menni? Hát ki milyen gyorsan bír. Van egy versenyzőnk a csapatunkban, Szalontai Sándor, aki a világ egyik leggyorsabb kerékpárosa. Ezelőtt néhány évvel a világ negyedik leggyorsabb idejét tudta a birtokában. Ő 9,5 másodperc alatt meg 200 métert. Azt kiszámolom, az ilyen 73-as átlag, hát 73 km/h, 74-75 és átlag sebesség. Ő ennyivel bír. Én 35-40-nel bírok, mindenki amennyit erejéből telik. A csarnokban lesz egy alagút, hogy a kerékpárosok zavarása nélkül a pálya belsejébe biztonságosan lehessen bejutni. A velodrom közepén egy külön kereszt gyakorló pályát is kialakítanak. Ez a cél, igen, hogy iskolás csoportoknak, gyerekcsoportoknak, hétvégén akár családoknak is szervezzünk ide közlekedésbiztonsági képzéseket. Nagyon klassz ilyen programjaink vannak, színes programjaink az online képzéstől a gyakorlati oktatásig. Ez egy nagyon jó helyszín lesz arra, hogy ezt jól tudjuk majd itt használni. És hát pedagógus képzés a másik fő szempont, amivel jól szeretnék eddig is foglalkozni, de most ez a helyszín végre egy olyan helyszín lesz, ahol a pedagógusainkat tudjuk méltó helyen tanítani a közlekedésbiztonsági képzésekre. Hiszen az elmúlt években több mint 500 pedagógus képeztünk ki egy Bring Akadémia tantárnak a oktatására, képzésére. A Bring Arena megépülésével nem csak a kerület, hanem a főváros egyik legnagyszerűbb helyszíne is lehet a Kőbányai Sportliget, hiszen a velodrom pálya mellett a nemrégiben felújított uszoda, az új futókör és az aszfaltos pumpapálya is várja a sportolni vágyókat.